következő, azaz a második megálló a Környezettudatos Otthon sorozatban a konyha lesz, és ezen belül először is a bevásárlásnál fogjuk kezdeni, ami az első lépés abban, hogy igazából ne hozzunk be plusz szemetet, vagy olyan dolgot, amire nincs szükségünk a konyhában és a háztartásban. Itt pedig természetesen az az első lépés, ami mindenki tud már, hogy vigyünk magunkkal vászontáskát, különböző szatyrokat, fonott tasakot, vagy akár olyan zacskót és dobozt, amit régebbről mentettünk el, és inkább vigyünk magunkkal több ilyen tárolót, mint hogy ott legyünk végül, hogy nincs mibe tennünk, le kell mégis tépni azt a műanyag szatyrot. Hogyha tehetjük, akkor menjünk piacra és vásároljunk helyi termelőktől. Ezt nyilván ki kell tapasztalni, hogy mi az, ami tényleg lokális, és mi az, amit igazából csak valaki felvásárolt egy nagyobb élelmiszerlánctól, és még drágábban vesszük meg ugyanazt a terméket. Ezeken a piacokon egyébként nagyon sok mindent lehet venni csomagolás nélkül. Meg is beszélhetjük előre az árussal, hogy adunk neki dobozt, vagy tárolót, vagy akkor egyből beleteszi a miénkbe, attól függ, hogy kinél hogy működik. Amikor nincs piac, vagy hogyha ott nem tudunk valamit beszerezni, akkor legtöbbször a Tesco-ba megyünk, mert az a tapasztalat, hogy itt tudunk leginkább csomagolásmentesen bevásárolni. Amit nem tudunk csomagolás nélkül megvenni, ott megnézzük, hogy az, amiben van a termék, miből készült, inkább a fém, vagy üvegcsomagolást preferáljuk, de itt is megnézzük azt, hogyha üvegből van, akkor tudjuk-e használni még a háztartásban, lesz-e más helye, funkciója, mert hogyha nem, akkor az üveget sem egyszerű újra hasznosítani, legalábbis nem mindegyiket, és nem mindenhol hasznosítják újra. Mi egyenlőre mindennek találtunk helyet és funkciót, főleg rendszerezésre, vagy rakodásra, és szuper, mert átlátható. Amit tudok, azt megpróbálom én magam elkészíteni otthon, például a tejet, legtöbbször zabtejet, de már kókusztejet, rizstejet és egyéb tejeket is próbáltam megcsinálni otthon, illetve édességek közül műzlit, ilyen-olyan nasolnivalót, hogy legyen itthon és ne kelljen olyat venni, ami műanyagban van. Mosogatni ezzel a fanyelű cserélhető fejű kefével mosogatok, ami már több mint egy éve megvan nekem, és még teljesen jól bírja a gyűrödést, illetve ezt a mosogató szappant használom, ami szintén nagyon hosszú időt kibír, és ugye csomagolás nélkül lehet venni, nem úgy, mint a Yart, ami műanyag flakonban van. Amit fontos, hogy meggondoljunk, mi az, amit használunk, és hogyan tudjuk esetleg újra használni, például kávézacot peelingre is használom, hogy még egy plusz életet adjak neki, vagy hogyha almás pitét csinálok, akkor az alma maradék darabkáit azt beteszem egy üvegbe, vízzel, cukorral, és 3 hét múlva almácetem lesz. Amit a fürdőszobában fogok használni. Ez a kefe egyébként nagyon jól szuperál, abszolút nem hiányzik a műanyag szivacs, sokkal jobban is néz ki, úgyhogy egy esztétikai szempontja is van, de minden feladatot ugyanolyan jól ellát a konyhában. Amire mosogatás közben odafigyelek, hogy nem engedem folyamatosan a vizet, illetve azt is kis nyomáson engedem, hogyha tehetem, akkor egyből elmosogatok mindent, és így nem nagyon kell használnom se sok vizet, se sok mosogatószert, mivel a forró víz nagyon könnyen leold mindent, amíg ugye nincs rászáradva. Itt láthatjátok, hogy erre is használom az üvegeket, amiket ezelőtt vettünk, és vagy mézet, vagy más befőtt volt benne, és csak felcímkézem őket. A fiókban igazából semmi érdekes nincs, csak itt van ez a két tea filter, ugyanis szorteát iszunk, és ezt is papírcsomagolásban tudjuk megvenni bioboltban. Második fiókban pedig itt vannak az üvegtárolók és kellékek. Legalsóban azt már láthattátok a videó elején, a zacskók és szatyrok vannak, valamint popcornos doboz is. Hogyha legközelebb moziba megyek, akkor viszem azt, amit azelőtt már használtam, és újra töltetem. A szemetet szerencsére egyre ritkábban kell levinni, illetve a kukászacskóra nincsen szükség, mert ebben a régi óriás párnahúzatban szoktuk levinni a szemetet, a szerves hulladékot pedig külön gyűjtjük, és ezt el szoktam vinni a komposztba. Igazából az irányzat, aminek a képviselője vagyok úgymond, az ekominimalizmus, tehát megnézzük, hogy mi az, amire valójában szükségünk van, ne legyenek felesleges dolgaink, például egy konyhai robotunk van, ami majdnem mindent ellát, és azon kívül két kisebb mikrofon,
ékszer, csak a szükséges lábasok, serpenyők. És például nem szoktunk borozni, ezért nincsen boros pohár, illetve volt, de összetört, és úgy vagyunk vele, hogy azért fölösleges lenne venni egy új szettet, hogy évente egyszer borozunk, arra tökéletes egy egyszerű pohár is. Persze, aki borszakértő, az valószínűleg ettől falnak megy, de nekünk jó így is. Nincsen mikrónk, nincs vízforralónk, és semmi fölösleges eszköz a konyhában, amit nagyon-nagyon ritkán használnánk, és meg tudjuk máshogy is oldani egyszerűbben. Ezekkel a fölösleges plusz dolgokkal az a baj, hogy tárolni kell őket, tisztítani kell őket, karbantartani, javítani, cserélni, blablabla, bla, bla, és egyszerűen csak felesleges nyű. Ha valami néha eszembe is jut, hogy talán szükségünk lenne rá, utána belegondolok, hogyha eddig nem jutott eszembe, és eddig is megvoltam nélküle, akkor valóban tényleg kell nekem az a valami, vagy csak azt hiszem, mivel valamilyen reklám, vagy egy influencer megpróbálja éppen elhitetni velem, hogy igenis, ez kell, és ez nélkül nem lehet élni. Sajnos nincs egy zero waste üzlet a közelünkben, ahol be tudnánk vásárolni zabot, rizst, lisztet, ilyen alapanyagokat, teljesen csomagolás nélkül, de amint lesz rá lehetőség, akkor még-még radikálisabban le tudjuk csökkenteni a hulladéktermelésünket, viszont addig legalább készítem a saját humuszt, tejet, műzliket, mindent, ami módomban áll. Szerintem a meal plan vagy az étrend készítése is nagyon hasznos dolog lehet, mivel szét tudjuk írni, hogy mit fogunk enni a következő héten, és ahhoz pontos, amire van szükségünk, és akkor tényleg csak annyit veszünk, amit aztán fel is használunk, és így nem marad felesleg. Még nagyon sok mindenről lehetne itt a konyhával kapcsolatban is beszélni, de nem szeretném, hogy túl hosszú legyen a videó. Viszont, hogyha valami kifejezetten érdekelne titeket, akkor írjátok meg a komment szekcióban, vagy írjátok rám Instagramon, és szívesen válaszolok a kérdésekre, vagy készítek videót részletesebben azokról a dolgokról, amik érdekelnek titeket, illetve csatolok egy hasonló listát, mint a fürdőszobai videónál, arról, hogy mi helyett mit használok, milyen lehetőségek vannak, és mire figyeljünk oda. Lényegében egy kis összefoglaló nektek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy valami hasznosra lehetetek benne, és a következő részben is velem tartotok. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!